Sziasztok! Nem is tudom, hogy észrevettétek-e, hogy mennyire repül az idő. Most gondoljatok bele, vettem egy gépet, ami a Lidl-nek a 20 éves évfordulójának az egyik ajánlata. Méghozzá ezt a porszívót vettem meg, és azért érdekes ez a gép, mert ugye kép alapján először én ezt egy performance gépnek gondoltam, ugyanis fekete színű, viszont ez egy Silver Crest gép, és a Parkside-os X20V tímes akkumulátorral üzemel, ráadásul adnak is hozzá egy 2 amperórás akkumulátort, egy töltőt, meg hát ugye maga ez a kis porszívó is benne van. Eddig egyébként én nem találkoztam olyan háztartási készülékkel, ami csatlakozott volna ehhez az X20V tím akkumulátorhoz, és ez egyébként egy nagyszerű fogás, ugyanis eddig ugye apa bement vásárolgatni, vette egy kiflit, megvette magának azokat az eszközöket, amiket akart, hát ugye anya nagy boldogságára, viszont most, hogyha valaki bemegy, hát ugye anya bemegy, és vesz egy ilyen gépet magának, ugye az lesz az első kérdés, hogy van-e hozzá aksid. És ugye innentől kezdve te leszel ugye a görög félisten, ugyanis hogyha a műhelyedben van jó pár darab ilyen akkumulátor, akkor ugye anyának nem kell várni arra, hogy feltöltődjön az akkumulátor, amit lemerít. Úgyhogy ez szerintem egy rohadt nagy fogás megint. We'll be right back.
Nos, az eredeti hanganyag az elveszett, de megpróbáljuk menteni a menthetőt, tehát a kibontás utáni tapasztalatok. Először is kiemelném, hogy a kínai dizájnerek mennyire toppon voltak az adapter megtervezése során. Ennyire szögletes adapterrel ritkán találkozik az ember, ráadásul maga a tartó az pedig áramvonalas ugye a porszívóval együtt. A másik tervezési hiányosság véleményem szerint az, hogyha ez az adapter nincs használatban, ugye a porszívó tartóján nincs neki megfelelő hely kialakítva, tehát vagy a konnektorban van, vagy pedig lóg a levegőben. Beszéljünk egy picit erről a fali tartóról. Tulajdonképpen a formatervezésre nincs is panasz, viszont kopogós, kemény műanyag, üreges, és én véleményem szerint nem a szoba központi helyére szánom. És már a kezemben is van a porszívó. Ez a porszívó véleményem szerint formailag jól sikeredett, a kidolgozása megint csak jól sikerült, jól illeszkedő adapterek vannak hozzá, maga a géptest is ott, ahol szétszedhető, illetve összerakható, jól illeszkedik, a kapcsológomb rejtve van, 2 darab szívási fokozat van rajta. Egyedüli problémám az, hogy az a gomb, ami ugye a porzsáknak az üdítésére szolgál, ugye hopp, már is szétesett éppen, hogy csak hozzáértem, az kimagaslik a géptestből, és ugye most mély benyomást próbálok kelteni a kijelző felé, de lényegében nekem ez a gomb nem tetszik. Szerintem azt a gombot ugyanúgy, mint a bekapcsoló gomb, simán el lehetett volna rejteni ugye a géptestbe, nem kellett volna, hogy ennyire kiálljon, hiszen porszívózás közben is bármikor megakadhat benne az embernek a keze, illetve véletlenszerűen is, hogyha rányúl, akkor ugye oda van a munka, amit eddig végeztél. Na, azt mondom, hogy ez a szinkron nekem annyira nem nagyon megy, úgyhogy menjünk el gyorsan egy gyakorlati tesztre. Szobában történő porszívózás után kíváncsi voltam rá, hogy mennyire alapos munkát végzett ugye a gép, mennyire látszik benne az összegyűjtött anyag. Hát ugye lehet látni a géptesten, hogy valamilyen szinten átlátszó, de hát ugye kíváncsi vagyok a HEPA filterre is. Aztán belekukkantottam a tartályba is, ugye látszik, hogy a bundás ördögnek, a macskának hullott a szőre rendesen, úgyhogy nem ártott tényleg kitisztítani azt a kanapét. És miután ez a komoly demonstráció lezajlott, ugye fél macskát lebontottam a porszívónak a belsejéről, előkerült a másik hang nélküli porszívó, amivel eltakarítottam a következő teszthez a gépet. Közben, amíg a hang nélküli porszívó tette a dolgát, eszembe jutott a másik gép, ugye ez a zöld, ami ugyanúgy az X20V Team gépcsaládnak a tagja, és ugye a forgó kefén kívül szinte ugyanazokat a dolgokat tudja. Ugye megmutattam ennek a feketének a szívónyílását, és ugye megmutattam a zöldét is. Véleményem szerint a zöldnek a hagyományos porszívó előtétjei, azok szerintem gyakorlatiasabb kialakítást kaptak, viszont a fekete gép kidolgozása az messze menőleg jobb a zöldhöz képest. Hát ugye döntse el mindenki maga, melyik gép az, ami szimpatikus lesz számára.
Nos, hát megtörtént ugye az autó takarítás, megtörtént ugye az asztalra csapás is, tehát elmondom azokat a tapasztalatokat, amiket az autó takarítás során szereztem. Az biztos, hogy az eredeti hangban is elhangzott, hogy megfelelő idő ráfordításával, illetve kitartással az a munka ezzel a porszívóval is elvégezhető, de ezek az adapterek nem igazán alkalmasak arra a feladatra. Van nekünk például ez a forgó kefénk, hát ugye nagyon hatékonyan lehet vele tisztítani például kárpitos butorokat, illetve szőnyegeket. Na most az autó szőnyegnél ugye meggyűlt a bajom azzal, hogy ez egy meglehetősen nagy fejnek bizonyult, illetve az üléseknek a tisztítására megfelelő volt, de ott is adódtak olyan problémákhoz, hogy nem fértem hozzá egyszerűen ezzel a géppel ahhoz, amihez hozzá szerettem volna férni. Aztán ugye a forgó kefe előtt van ez a rács, ami határozottan passzentosabban működött azelőtt, mielőtt megkezdtem ugye az autónak a takarítását. A padlónál néha-néha magától elállítódott a kefe elől, szóval hát igen, lehet, hogy túl nagy erőnek volt kitéve. Aztán persze magamon is meglepődtem, hogy mennyi minden sikerült még elmondani erről a kicsi porszívóról. Az biztos, hogy a méretéhez képest jó teljesítménnyel rendelkezik. Vélhetően egyébként a forgókefének, illetve a szűkített feltéteknek köszönhetően. Aztán ugye, amit érdemes lenne javítani rajt, azt elmondtam videó közben. Aztán persze vélhetően elhangzott a videóban az is, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni. Ugye nem pont ilyeneket, mert most jelen pillanatban Borsori Zoltán szinkronja, Borsori Zoltán. Ez egy tanulság nekem is, hogy a külső akkumulátorral rendelkező mikrofont azt néha érdemes feltölteni, illetve ellenőrizni az akkukapacitást. Szóval, sziasztok! Valószínűleg ez is elhangzott.